itt kellett lennie, hogy az új stadion első gólját egy Vasas Kubala akadémiás vasas nevelés szerezze. Készültél erre titkon esetleg? Bele se gondoltam igazából, csak azon voltam, hogy ez egy jó hangulat a mérkőzés, legyen egymás közt sérülésmentes, közönség szórakoztató. Ez volt a cél igazából. Tudom, hogy edzésből jöttetek, de azért sikerült megélni azt a pillanatot, amikor itt először kivonultatok az új stadion gyepére? Persze mindenki felemelő volt, de az igazi az majd július 5-én lesz ugye a DAC stadion igazi avató mérkőzésen, ez csak egy lesz volt, de nyilván átértük, igen. Ugye tavaly te belekóstoltál abba, hogy milyen albérletbe játszani Újpesten. Segíthet azért ez az a csapatnak a felkészültség mellett, hogy lesz végre saját otthonatok, itthon lesztek belakjátok a stadion? Igen, úgy gondolom, hogy ez egy plusz lesz az egész csapatnak. Mindenkiben egy 10%-ot minimum hozzá fog segíteni, és így lesz 110%-a teljesítményünk. Eddig 100-at, egy 110. És gondolom, most már csak arra vállaltunk, hogy Kovács Milán majd két mérkőzésen is szerezzen gólt az új stadionban. Erre mikor számíthatunk? Hát remélem minél előbb. Én ezen leszek, hogy az első mérkőzéstől a utolsóig rajta legyek, hogy gólt szerezzek, de úgy van, akkor nyilván leposztolom, és akkor örülünk a gólnak. Viccesen a győztes csapat edzőjének gratulálok. Ha jól tudom, egy nagyon fárasztó napon vagytok túl, de hát azért mégis ünnepi volt szerintem ez a pillanat, amikor először felhangzott a Vasasi vicc, és kivonultak a játékosok. Milyen volt itt ülni a kispadon? Hát egy felemelő érzés. Most is csak azt tudom mondani, amit mondtam a legelső regnálásom alatt, hogy óriási megtiszteltetés a Vasas kispadján ülni, a Vasas vezetőedzőjének lenni. Próbálok élni ezzel a bizalommal, próbálom majd meghálálni, és természetesen azzal, hogy nagyon sok szép sikert érünk el ebbe a gyönyörű és impozáns stadionba. Nagyon sok Vasas fiatal játékossal természetesen. Hát a mérkőzésről csak annyi, hogy valóban 5 órától mi egy másfél órás edzésen vettünk részt. Az utolsó 5-10 percben érkeztünk az öltözőbe, de én úgy gondolom, hogy a srácok a lehető legtöbbet kihozták ebből, egy órán keresztül még próbálták itt szórakoztatni a publikumot, a tisztelt publikumot. Egyetlen egy dolog, hogy meg is sok volt a kihagyott helyzet, és ezt még ebben az állapotban is azt mondom, hogy nem tudom úgy feldolgozni, ahogy azt kéne, de természetesen nem vagyok elégedetlen. A felkészülésnek a második napján vagyunk, holnap elutazunk reggel 17:30-kor edzőtáborba. Én szerintem abszolút illett a mai napunkba ez a program, és csak kiemelni tudom azt, hogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon gyönyörű stadion, és nagyon bízom benne, hogy fogjuk tudni szórakoztatni a közönséget, természetesen sikerekkel.